November 4-én az 1956-os forradalom leverésének napján tartottak koszorúzással egybekötött megemlékezést Nyíregyházán az Északi temetőben, ahol a II. Világháború után Nyíregyházáról elhurcoltakról is megemlékeztek. A történelmi egyházak képviselői közösen imádkoztak az áldozatokért, Ulrich Attila Nyíregyháza alpolgármestere pedig a történelem tanulságaira hívta fel ünnepi beszédében a figyelmet. Azt gondolom a hátrahagyott feleségeket, férjeket, gyerekeket, rokonokat, nyilvánvalóan minden mai napig terheli, hordozzák magukban. Ez egy kifogyhatatlan gyász, és azt is hiszem, hogy mindenképpen az utódoknak a megemlékezés az nem csak egy egyszerű, szimpla főhajtásnak kell legyen, hanem egy olyan főhajtásnak, egy olyan bölcs főhajtásnak el kell tudni gondolkodni azon, hogy mondjuk amikor most a mai világban megint háború van szomszédunkban, és nem, még nem itt van, vagy nincs itt háború. De a nehézségeit már érezzük, mert minden háborúnak vannak gazdasági nehézségei. Akkor nyilvánvalóan az összetartozás, az, hogy összefogunk, az, hogy az embertársaságot segítjük, az még fontosabb dolog. És ezek a történelmi példák, mint például ez is, a Málenki robotra való elhurcolás, azok nem hiába való események. Abból az embereknek tanulni kell tudni, mert ha nem tudnak tanulni, akkor mindig ugyanabban a hibában fognak esni, és akkor mi egy kis nemzeti Kárpát-medence közepén hova fogunk jutni. A nyíregyházi Mráz László a Gólya utcában született, nem sokkal azután, hogy édesapját elhurcolták Málenki robotra, így a család a MÁV bérlakásokba kényszerült költözni. Mráz László soha életében nem látta édesapját, de idővel kiderült, hogy a közvetlen környezetében is többen voltak olyanok, akik az apjával együtt voltak hadifogságban. Az egyik ilyen például egy idősebb munkatársa volt. Szintén olyan apáskodóan jött én felém, illetve kezelt engem, és későbbiek folyamán tudtam meg, hogy édesapámmal volt hadifogságban. De nem csak ő vele találkoztam, hanem munkatársam is volt, olyan egy rakamazi dolgozó, akivel együtt dolgoztam, és mindig így sántított. És kérdeztük tőle, Laci bácsi, miért sántít? Hát, tudjátok, a lábujjam, levágták a lábujjamat is. De ő sem mondott semmit, hogy ő hadifogságban volt, titkolta, mert abban az időben erről nem lehetett beszélni. És aztán végeredményben kiderült, hát itt is még találkoztunk vele, hogy bányában dolgozott, és ott a csillő levágta az ujját, és azóta sántított. Tehát igen, így nőttünk fel, édesanyám 3 gyereke itt maradt a háború után, de hál' Istennek tisztességgel, becsülettel felnevelt bennünket. Mráz László története egyike azoknak a nyíregyházi családi tragédiáknak, amelyeket a II. Világháború, valamint az 1944. november 2-ai tömeges deportálás okozott. A korabeli beszámolók szerint az események után sokáig a nyíregyházi asszonyok fekete ruhát viseltek férjüket és gyermekeiket gyászolva. A városból ugyanis mintegy 2000 civilt hurcoltak el a Szovjetunióba, akik közül alig 300-an tértek haza.